Elérkeztünk egy újabb gameplay videóhoz így a nyár végére. A Chromagunnal szeretnélek titeket megörvendezteni, hiszen a napokban, hát egy hete köbö, csak elhúztam itt az időt, kaptam egy Steam kódot erről a játékról egy fejlesztő cégtől, a Pixel Maniacs-től, hogy reméljük, vagy remélik, hogy kipróbálom a játékot, és felveszem ugye videóban, hogy kipróbálom a játékot, ugyebár ezt jól elmondta ezt a mondatot, megint úgy, ahogy nem kellett volna. És kipróbálom ezt a játékot, megnézzük, hogy alakul ez a játék. Próbálgattam én már a játékot, játszottam egy 20 percet vele. Melyik játékot hasonlítson Portálhoz esetleg, ez ilyen logikai játék. Amiket nem azért már, hogy gondolkodni kell, annyira nem csípek, de adok egyesét, hiszen de én megkaptam. Én, ő, te, miti, ők gondoltak rám, nem rám gondoltak, hanem mindegy, semmi, inkább nem is beszélem a végén, hogy hülyeséget mondok. Köszönöm még egyszer a fejlesztőktől, hogy megkaptam a Steam kódját a játéknak. Vágjunk bele, egy új játékot kezdek, mert ha nem sokáig jutottam. Welcome Chromatech, és az első emeletről vagy szintről. Nézzük meg ezt a játékot. Hú! Ilyen átvezető videó meg ilyesmire ne is gondoljunk, nem a Ubisoftnál vagyunk. Na, oké, jól menjünk, de mondjuk ez most, hogy Ubisoftról beszélek, egyből fel... Na, már itt elakadtunk, nagyon jó. Jó, gondolom várni kell, hogy felmenjön a lift, nagyon fasza. Egyből a Abstergos irodaház jutott eszembe. Jó, csakorom, csakorom, jó napot kívánok, állás hirdetésre jöttem, de először ehetek egy kis narancsot, mert ma reggel nem étkeztem. Jaj, de nagyon, nem is pislog a hölgy. Na, jó van, akkor játszom tovább a flipperrel. De közben úgy beszélnek, nem tudom mennyire hallatszik a játék, lehet halk lett egy kicsikét, de ugye kiderül hamarosan, mert elvel beszélnél, de ezt nem lehet nagyon hallani. Itt vannak a droidok. Nem, le, azt mondják, hogy én is droid vagyok, de ők más féle droidok. Na, ez jó, ez az első szint, ezt az eléggé hamar meg lehetett csinálni. Ajánlom a 3 éves rokonomnak is, hogy ő is próbálja ki ezt a játékot, mert első szintet biztos meg tudja csinálni. Közben a szomszéd veri a tojás a klopfolóval, nagyon jó lesz így. De halk a játék szerintem, szóval ESC settings. Kicsit feljelveszik itt a pont, olyan pac-manes pontokat. Így jó lesz, így. Jó. Na és fel is vesszük a fegyverünket, a Chromagunt mondjuk. Itt is a de Chromagun. Na, hát ezzel nem fogjuk kinyírni a NPC-ket, mert ez nem olyan játék, ugyebár. Na, annyi a lényeg, hogy már logikázni kell, erre én rálövök, és sárga lesz a kis droid, ide a falhoz megy, és az ajtó nyitva áll. Szóval akkor, ha én most erre megint rálövök, akkor megint oda megy a sárga falhoz. Milyen egyszerű dolog, egy nem is történt, jaj, való világ, tip-tibi, vv-tibi, na, rá meg, megint egyszerű. Aha, oké. Én most rálövök erre a falra, mondjuk sárga lesz, vagosz for life. És a labdára, ami droid, gömb, kis gömb, hókuszpok. Na, és akkor oda is repült. És akkor kész is a második szint, második emelet, floor. Florentino, Astillo, Cabastillo. Kész is? Harmadik szintnél vagyunk. Sensational, please walk towards, bla bla, confident, you acquire the old skills. 2016-os játék, a fejlesztőnek még vannak játékai, ajánlották is, hogy nézem meg őket. Egy-kettő játékot, amik fejlesztés alatt áll. Meg is néztem őket. Megmondom. Hogy nem felejtettem el. Na, bele is jött ebbe a labdás, droidos labdás. Na, Blacky meg a Team Fortress 2-vel játszik. Örülök neki, csak itt egy kicsit elakadtam. Gondolkodni kéne, hát ott a fal, vagosz lesz, és akkor ennyi. Ó, ki is lehet látni. Gondolom, itt a játékban, a játék jelentős részét itt ezekben a Abstergos irodákban fogjuk leélni. Szóval kicsit nézünk ki, hát igen, süt a nap, nem látjuk azt a napot már 3 hónapja.
Ilyen a droidok élete. Én meg itt egy poroltom. Ezt a poroltót lehet a készítő saját poroltójától mintázta. Na, negyedik szint, ha jól számoltam, vagy már elfelejtettem számolni? Jó van. Mozgó lépcsőt azért berakadtak volna. Aha, értem, jó van, persze. Közben orrfolyásom van, de semmi baj. Oké, az oda megy szépen. Egyszerű, már kettőféle vagozos fal van. Gyerünk tovább, ötödik floor. Oké. Mi az F? Remélem nem ilyen Facebook meg ilyesmit jelent ez a tábla, doboz, de mondjuk szekrény, de akkor mondjuk kék lenne. Na, te oda mész, vagosz, te oda, hova mész? Hova mész? Várjál, haver. Te ide mész? Nem, te fogyóhold. Akkor menj oda, kicsit már beakadunk. Itt is van fal. Fucking logic. Na, te menj akkor oda, vagy ide. Oda! És akkor mennek minden, mint a Pokémonom, de úgy száguldoznak. Oké. Te meg ide mész. Meszeljük a falat sárgára. Fessük. Hatodik szint? Hölgyeim és uraim, ugyebár? Jó. Aha, kicsit bővülnek itt a dolgok, nehezennek a dolgok, de annyira nem nehezennek. Az a lényeg, hogy ide a reflektorfénybe kerüljön a kis gömb, pokelabda, és akkor mehetünk tovább. Aha, itt meg a te menj oda, bazd meg. Oké, jó, helyes. Elnézést, hogy már megint csúnyán beszélek. 97%-ban majmokok tesztelték ezt a dolgot. Nagyon megnyugtató. Meg fogunk dögleni. Aha, ez rálépek, akkor... Na, rossz az ajtó! Szóljatok meg Gozsinak, hogy javítsa meg fel az ajtót, mert nem jó az ajtó. Oké, és akkor te menj oda, és... anyádat. Na. Ja, hogy kinyílt itt egy ajtó? Oké. Hetedik szint, ugyebár? Mekkora, hány szintes ez a irodaház? Nem sajnáltak a pénzt a emeletek megjavítatására? Te oda mész, meg oda mész. Gyerünk már! Zsozsó. Oké? Te, közben már a szomszéd kiabál, hát biztos nem kapta meg a heti, a napi borkészletét. Semmi baj, ezt színezzük be. És akkor ide jön a kis pokelabda. Mert ilyen megnyugtató játék. Beraknának mondjuk egy Young Turks-öt, de ez ilyen... Ó, ott láttam egy ilyen épületet. Hoho. Megnyugtató játék. Nem tudom milyen hosszúságú, de... Ha így hallunk, elég hosszú lesz ez a játék számunkra. De természetesen csak gameplay videó. Ez nekem is egy gameplay. Na. Majdnem jó volt. Kicsit annyi arra, meg erre. Jó. 8-as? 8 floor. Madam, 8-as. Oké. Aha, itt a szék. Akkor leülök, és akkor majd játszom tovább mondjuk a VR-osok. Mik ezek a olajos hordók? Biztos nem robbannak fel, nem GTA ez. Saláta, együnk egy kis salátat. Aha. Ő már nem olyan barátságos droid. Ő neki már tüskéi vannak. Szöges drót, Arnold tette rá. Jó. Ó, micsoda szép piros székek. És csak neki, ha belelövök, akkor bántani fog. Jaj, nézzétek már. Jém, és megy lefel a HP-m is. Na milyen munkahely ez. Ide mennyi azon. Még ki akar annyi? Nézzétek már. Droid. Ez már nyírkolászott volna. És kifogyott a játék. Azt hittem, de nem fogyott ki. Hoho. Ő már piros. Akkor ő a Saints Row-ból jön, mert piros banda nincs a GTA-ban. Erre mennyi, oda mennyi. Azért azt mondom, jól mondom. Aha, így mennyire nehezenek amúgy a dolgok. A végén még ki kell tennem az elakadási jelzőt. Gondolom neked oda kell menni, aha. Te maradj ottan, te ballasz motherfucker. Te oda mennyi, Grove Street. Ez meg kakás, egy kicsit szoros.
Aha, ez így nem lesz jó. Mondom, hogy szóljon a kazsina, mert már szikrázik az ajtó. Oké. Erre nem tudunk menni, arra kell majd szerintem tovább menni. Aha. Kicsit elakadtam, megmondom őszintén, de ne... ijesszük meg magunkat. Várjunk csak? Aha, jó. És ez kakás lett. Interesting. Ja, hogy ki van nyitva az ajtó, elnézést. Robbanj fel, hódó! Piros oldó! Nem piros oldó, nem robban fel. Hú. Te menj ide. Kérek szépen. Ide. Oké. Ezzel mit kell csinálni? Pokémon! Ezzel szerintem nem kell semmit csinálni, mert lehet tovább menni. Jó, te menj ide, kérek szépen. Oda. Sic te. Ha neki meg egy kicsit kiszúrja a szememet. Azt kiszúrt a szememet. Á, én lettem a kormányzó. Vagy Karl. Jó. Ha itt is vagyunk. Tovább mentünk. Itt mit kell csinálni? Egyre nehezebb, egyre logikázni kell nekem. Nem jó az a srácok. Legközelebb egy ilyen pornjátékot küldjetek a Steam fiókomra, kérlek. Mármint a e-mailes. Milyen e-mailes? Hülyeség, beszélem már össze-vissza megint. Na. Ja, hogy nyitva? Jól van. Oké, mondom. Ez hanyadik emelet már, gyerekek? Véget ért? A level 1? Aha, véget ért. Jó. Ez már valami upgrade-os chromagun? Bizonyára, igen, upgrade-os chromagun már. Na, és ez ki akar nyílni. Szerintem ezt nem így kellett volna megcsinálni. Ez is ki akar nyílni. Na, itt döglünk meg. Fizetésem van és kérek! Megdöglünk. Jajjaj. Jó, de ők jönnek. Vagy ők ide jönnek? Ja, aha, értem, jól van. De attól még nem tudunk tovább menni. Micsoda szép gáz tartályok. Tartályok nem veszhető cuccok. Jó. Where are you, my son? Értem, és srácod, hogy nem lehetem meghalni valahogy. Hát meg lehet, mert neki még ezeket is kéne, mert szerintem elcseszte a dolgokat. Na jó, dögöljünk megfele. A temetést állja a cég! Remélem. Munkás droidok segítenek? Ha segítenek, meghalni. These are not the worker droids you're looking for. To continue the test, please acquire the upgraded tricolored chromagun. Az megint rám támad, ha beszarok, hogy megint rám támad. Közben már a szomszéd énekli, hogy Fradi. Jó van. Minden srác, szerintem ennyi volt ez a gameplay, egy kis rövid kis gameplay a chromagunról. Leteszteltem a játékot, pedig még ez még a hegycsúcsnak a kis részlege, alig vittük a játék, ez még csak a level 2, de már én egy kicsit itt elagadtam, mondom, a logikai játékok annyira nem az én erősségeim, és ezt tudjátok, igaz, mondjuk a Tomb Raider-t azt szerettem, de egyáltalán nem logikai, mondjuk a régebbi részleg, a régebbi Tomb Raider-ben eléggé sokat kellett logikázni, de a portállal, meg ilyesmiféle stílusú játékokkal nem játszottam, kikerültem eddig. Meg is volt az oka, hogy miért. Remélem, hogy tetszett ez a gameplay, és legfőképp a játék, és nézzétek meg akkor további videókat erről a játékról, más youtuberesekről, vagy töltsétek le a játékot, esetleg vásároljátok meg, és Gaeta Norby elhagyja a Chromagun világát. Hát rövid kis kirándulás volt ez, és most azon kíváncsi lennék, hogy milyen hosszúságú játék? Játék, azt hiszem 10 euró Steamen, hogy e pénzért mennyit kínáltak a fejlesztők. Ne villogjál! Oké? Okay? Gaeta Norby. Mit oké? Okay? Nem tudom. Gaeta Norby elhagyja a Chromagun világát. Like, dislike, subscribe. Sziasztok!